Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és egy jó hírrel jelentkezünk. Ezzel kapcsolatban fogom kérdezni majd Kemenesi Gábor virológust, akit itt akkor már üdvözlök is a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A jó hír pedig az, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas, egy megosztott Nobel-díjat kapott. Erről is szeretném kérdezni, pontosan ez mit jelent, de ugye az mRNA-s vakcinák kifejlesztésében nyújtott munkájáért kapja meg ezt a nemes és díjat, amelyet sokra tartunk nyilván mi is, és nagy büszkeség Magyarország számára. Az első nő, aki, a magyar nő, aki megkapja ezt a díjat, de egy picit, hogy lássuk az emögötti dolgokat is. Az mRNA-s vakcinákról ugye sokat hallottunk a COVID időszaknak az idején, de hát akkor nagyon sok minden más információ is jött, meg talán az, hogy most hordjunk-e maszkot, meg hogyan fertőtlenítsünk, ez elvitte a fókuszt arról, hogy mi is ez az mRNA-s vakcina. Egy picit segítene nekünk ebben, hogy pontosan ez miért ekkora siker, vagy miért ilyen átütő forradalmi találmány? Ez egy nagyon érdekes dolog, és ténylegesen forradalminak lehet nevezni. Amiről szó van az az, hogy már évtizedek óta ismert volt a úgynevezett mRNA-s molekula, mi úgy hívjuk magyarra fordítva, hogy hírvívő RNA-s molekulának a szerepe a szervezetben. Azonban az, hogy ezt mesterségesen elő lehessen állítani és használni, és bizonyos kórképekben, például a rákgyógyításban, erre később még kitérhetünk, vagy akár az mRNA-s vakcináknál, tehát a vakcinában történő használatához alkalmas legyen, ahhoz én a minap úgy fejeztem ki magam, hogy meg kellett szelídíteni ezt a molekulát, és Karikó Katalin és Drew Weissmannak a nagy áttörése és a munkássága az az, hogy hát egyrészt az a kitartás, amit ebbe fektettek évekig, végül is meghozta a gyümölcsét, és sikerült egy olyan módosítást végrehajtani ezen a molekulán, ami végül is elvezetett oda, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva, de meg lett szelídítve, és a szervezetbe történő beadás után nem fejt ki gyulladásos válasz, stb., hanem úgymond békésen ott marad és elvégzi a dolgát. És mondhatom, hogy hát a modern orvostudományban ez egy hatalmas áttörést jelentett, és ezt most ugye alá is támasztja a Nobel-díj. Ugye ezt a COVID-oltásoknál már alkalmazták is, van egyébként más terület, ahol alkalmazták, illetve itt a COVID-oltásokkal kapcsolatban most már azért eltelt valamennyi idő, hogy lehessen talán tudni azt, hogy mennyire vált ez be. Egyrészt azt kell mondani, hogy most ugye az oltási paletta elég széles volt a COVID alatt. Ha megnézzük a nyers adatokat, és akár itt beszéltünk a hatásosságról, a vakcinákra adott reakciókról, stb., az mRNA-s vakcina messze túl teljesített a többi vakcina platformon, és egyébként már rendelkezésre álló, igen ígéretes technológia be tudott törni, és azt látjuk, hogy egy olyan pozíciót adott a kezünkbe, ami a jövő járványai ellen egy rendkívüli fegyvert jelent, és óriási előnyt. De ne álljunk meg a vakcináknál. Régi álom és régi téma volt már a rákgyógyászatban egy olyan fajta áttörésnek az elérése, ami közelebb hozhatja ennek a kórképnek a meggyógyítását, és bizony az mRNA-s technológiának ebben is óriási szerepe van, és mióta ilyen mértékű sikert tudott aratni, és ilyen mértékben láthattuk, hogy valóban működik, és hogyan működik, a rákgyógyászatban is iszonyú áttörést jelent. Úgyhogy alapvetően nem áll meg az mRNA-s technológia a vakcinák témakörénél, hanem ahogy korábban mondtam itt az interjúban, a beszélgetésünk során, hogy ténylegesen forradalmisítja a modern gyógyászatot, úgyhogy ez egy rendkívüli eredmény. Tehát ezt akkor úgy képzeljük el, hogy meg lett szelídítve ez a molekula, ahogyan is fogalmazott, és aztán kinyílik egy kapu, és hát lehet, hogy a jövő gyógyászatában még olyan területeken is lehet majd használni ezt a technológiát, ha ezt lehet egyáltalán annak nevezni, amire most még talán nem is gondolnánk. Abszolút így van. Az érdekessége a tudománynak mindig az, hogy a tudományban folyamatok vannak. Tehát azért az mRNA-snek, meg az RNA-s szerepének a megismerése ez a 60-as évekre tehető. Utána szépen folyamatosan ugye a tudomány gondolkodott, hogy mire lehetne, hogy lehetne használni. És egyébként most a Nobel-díj alapjául szolgáló közlemény az 2005-ben jelent meg. Ekkor publikálták Karikóék tulajdonképpen azt, hogy hogyan is sikerült, most megint visszatérek ez a megfogalmazásomhoz, de megszelídíteni ezt a molekulát. És innentől kezdve megnyílt a kapu, hogy való van, akkor őt hogyan is lehetne alkalmazni, és miben. És már jóval a járvány előtt például Parti Norbert is írt egy kiváló közleményt arról, hogy hát az mRNA-s vakcináknak igenis lehet szerepe, és hát a járvány el is hozta ezt a szerepet és ezt az óriási áttörést, de nagyon jó, hogy a rákgyógyászat szóba került, ott is óriási áttöréseknek lehetünk tanulni a közeljövőben, úgyhogy nagyon kutatóként különösen, de azt gondolom, hogy bármilyen emberként most a világon nagyon örülhetünk, hogy igen jó helyre ment most ez a díj.
És ahogy már mondtam is itt az elején, ugye ez egy megosztott Nobel-díj Drew Weissmannal, akit ön is említett már, ez egyébként gyakorlatban mit jelent? Van ennek jelentősége, hogy ketten kapták meg ugyan ebben a kategóriában ezt a díjat, ugye ugyanazért a munkáért? Technikailag ugye ebben nem tudnék nyilatkozni, az viszont nem újdonság, hogy megosztottként osztják ki a Nobel-díjat, tehát azért erre volt példa. Alapvetően a kutatás az nem, a tudományos munka az nem egy személyes hadjárat, hogy úgy mondjam. Ez rendszerint csapatmunkán épül, és talán ez is jól hangsúlyozza, hogy ugyanegy folyamat volt, és Karikó Katalinnak a kitartása az mindenképp példaértékű, és személyesen kutatóként is azt érzem, hogy óriási segítség, és egy lelki segítség a mai kutatóknak is, hogy csinálni kell, és kitartóan csinálni kell. De visszatérve a megosztottságra, ez nem egy különleges dolog. Magának a technológiának a kifejlesztésében, abban, hogy elérhették ezt a publikációt, ennek a publikációnak a megjelenését, ebben több ember munkája volt, de vitathatatlan, hogy Karikó Katalin kitartása és elszántsága az kellett, és évtizedes kitartásról és elszántságról beszélünk, úgyhogy ez egy tényleg példaértékű életmű. Ilyenkor ezt a munkát, akár itt az mRNA-s vakcinákkal, vagy magával ezzel az egész technológiával kapcsolatos munkát, miben tudja segíteni egy ilyen díjnak a odaítélése, megkapása? Tehát ez ad egy újabb lendületet ennek a munkának, ilyenkor kinyílnak olyan ajtók is, amik eddig mondjuk zárva voltak, vagy hogyan képzeljük ezt el? Én azt mondanám, és most egy picit átlagemberként beszélek, hogy és egy nagyon kis buta hasonlatot fogok mondani, de én most úgy éreztem tegnap magam, mint a foci drukkerek, amikor a saját csapatuk győz a világbajnokságon. Tehát a Nobel-díj talán egyrészt egy iszonyatos elismerés, tehát nincs magasabb tudományos elismerés, és mégis a világ összes médiája, Bangladesh-től Amerikáig megírta, hogy bizony egy magyar kutatónő is Nobel-díjat kapott, és ez azt gondolom, hogy hazánkra nézve egy olyan lehetőség, ami lehet, hogy 100 évente egyszer történik meg, és azt hiszem, hogy most mindenki nagyon-nagyon büszke lehet, és nagyon-nagyon örülhet, hogy végre úgy figyel ránk a világ, hogy büszkék lehetünk erre a figyelemre. Még visszatérek egy picit a vakcinákra, még hozzá azért, és akkor most virológusként kérdezem önt, akár egy kicsit elvonatkoztatva is itt a Nobel-díjtól, mert szerintem annak mindjárt nagyon örülünk, hogy egy magyar hölgy és Karikó Katalin kapta ezt a díjat, de a vakcinákkal kapcsolatban azt tapasztalni, most így még visszamenőleg is, tehát most már ugye nem kell, hogy ettől talán annyira tartsunk a Covid-járványtól, de akár még erről is beszélhetünk majd egy picit, hogy nagyon nagy a bizalmatlanság az emberek között ezzel kapcsolatban. Tehát én akár kivel beszéltem, így a környezetemben is, aki be is oltatta magát, sokan azt is még azok is azt mondták, hogy megbánták, igazából ma már nem oltanák be magukat, és van egyfajta bizalmatlanság. Ez minek köszönhető ön szerint? Nagyon könnyű, az emberi természetnek. Tehát alapvetően az emberi természet azt képes fölfogni, ami történik vele. Tehát ha baj megtörténik, akkor az óriási baj. Ha bajt elhárítottuk, akkor képtelenek vagyunk megérteni annak a jelentőségét. De átlagemberként nem is kell ezt megérteni. Tehát nyilván nem kell mindenkinek virológus kutatónak, biokémikusnak és vakcinatudósnak lennie. Én egyszerűen azt szoktam mondani, hogy bízzunk a tudományban. Ha bemerem venni a fejfájás csillapítót, ami otthon csücsül a polcomon, akkor higgyem el, hogy a vakcinák igenis segítettek erre. Szilárd tudományos tények vannak, hogy azért elég komoly bajból húzták ki az emberiséget. De az biztos, és személyes tapasztalatom is mutatja, hogy a legmegdöbbentőbb kutatóként ez volt, amit most ön is mondott, hogy tulajdonképpen az emberekhez való, emberek felé történő kommunikációnak valahogy másnak kellene lennie a jövőben. Tehát nem elég tudományról beszélnünk, valahogy sokkal jobban ki kell tudni építeni a bizalmat. A mai információs társadalomban ez sokkal nehezebb, mint korábban. A vakcinák elleni ágálása, a vakcinák elleni hitetlenség, ez egyidős a vakcinákkal. Ebben semmi különleges nincs, ezt én is oktatom itt az egyetemen. Ami azonban itt most nagyon új volt a Covid alatt, hogy ez globális szintre tudott lépni a globális világban, ugye az infokommunikációs társadalomban nincsenek határok, és azt láttuk, hogy ez már gyakorlatban is hátráltatta a járvány elleni védekezést. Úgyhogy ez a jövőre nézve talán a legnagyobb tanulság a járványnak, hogy valahogy ezt a fajta kommunikációs csatornát szélesebbé és hatékonyabbá kellene tenni, hogy az emberekben a bizalmat jobban ki lehessen építeni.
Ennyi idő eltelte után egyébként van reális alapja ennek a bizalmatlanságnak oly módon, hogy voltak olyan mellékhatásai ezeknek az oltásoknak, ami miatt mondjuk joggal mérlegelhetne ma az ember, hogy beadassa-e akár a gyermekének, akár magának, vagy sem? Tehát erről reális tudományos tények vannak? Folyamatosan voltak reális tudományos tények, amit el tudok mondani, és megint, és sajnálom, hogy mindig ugyanezt az egyszerű hasonlatot mondom, de nem tudunk ettől elszakadni, hiszen a gyógyszerbiztonsági ellenőrzések és ezek a folyamatok, amik azt mondják ki, és amik segítik az orvost abban, hogy ajánlja azt a vakcinát, serpenyőbe tegye, és megnézze, hogy vajon nagyobb kockázata ennek a betegnek elkapni a vírust, mint megkapni a vakcinát, ezek a folyamatok működnek, és ha az ember otthon a polcán lévő gyógyszerekben bízik, és bemeri venni, akkor ezerszeresen megbízhat a mostani vakcinánkba, hiszen sokkal nagyobb mintaszámon, sokkal nagyobb figyelemmel lettek ellenőrizve, és szoktam példának mondani, ugyanez nem az mRNA-s vakcina technológia, de ha még emlékszünk a járvány alatt a bizonyos vérrögképződéses eseményre a vektorvakcinák kapcsán, ez is pontosan azért derülhetett ki, mert működnek ezek a folyamatok, amik ellenőrzik ezeket a gyógyszerkészítményeket, csak úgy, mint bármilyen más gyógyszerkészítménynél. Úgyhogy visszatérve a kérdésére, én azt gondolom, hogy a félelem az megalapozatlan. Viszont ugye sokan azt mondják, hogy mégis rövid idő állt azért rendelkezésre ahhoz, hogy a COVID vakcinák úgymond használhatóak legyenek, mert kitört ez a járvány sokak számára egyik pillanatról a másikra, tehát tényleg pár hónap alatt lett olyan a helyzet, amire előtte nem is gondoltunk volna, és azért nyilván utána rögtön kellett erre reagálni az egészségügyi szervezeteknek, és viszonylag gyorsan megvolt ez a vakcina. Talán a bizalmatlanság ennek is köszönhető. A COVID alatti számtalanszor beszéltem, de nem csak én, más kutatók is, hogy a COVID ellenes vakcina kifejlesztés ez nem a COVID-dal kezdődött, 2003-ban kezdődött. Ugyanis 2003-ban volt egy SARS 1 nevű járványunk, mondjuk világjárványnak, elég sok helyre eljutott. Utána a tudomány elkezdett komolyabban foglalkozni ezekkel a bizonyos koronavírusokkal, ahova most a COVID is tartozik. És 2003 óta a tudomány azért bőven lefektette az alapjait ennek a vakcina készítménynek, ami most meg tudott jelenni a piacon. Én egyszer egy előadásban mondtam, hogy ugyan szerencsétlenség ez a világjárvány, de öröm az örömben, hogy egy koronavírus talált ránk, amire már azért 20 éve készül a világ. Mi lett volna, ha nem egy ilyen vírus jön, akkor nem lett volna ilyen hamar vakcinánk. Tehát azért ezt most itt is elmondom ebbe az interjúban, hogy azért nem akkor kezdődött a COVID ellenes vakcina kifejlesztése, amikor a COVID megjelent, hanem jóval előtte már ismert volt, hogy melyik koronavírus komponens pontosan hogyan, pontosan milyen modelleken tesztelve, stb. Hogyan tud eljutni végül is majd egy vakcinajelölthöz, és láthattuk, hogy számos ilyen vakcinajelölt nagyon hamar meg tudott jelenni a piacon, pontosan emiatt, a majdnem két évtizednyi kutatás miatt. Na akkor beszéljünk egy picit a jelenről. Én a múlt héten több emberrel találkoztam, és legalább négyen mondták azt, hogy az egész család covidos volt. Mi most itt Magyarországon a helyzet? Mit tudunk arról, hogy mennyien fertőződnek meg? És hogy úgy tűnik egyébként, hogy viszonylag enyhe tüneteket produkálnak azok, akik elkapják a covidnek azt az új variánsát, amit most 2023 őszén jelentkezett. Ön is így látja ezt? Tehát nem kell már úgy félnünk a covid vírustól, mint ami jellemző volt pár évvel ezelőtt? A félelmet sose tartottam egy jó megfogalmazásnak, inkább a tudatosságot mondanám, tehát legyünk tudatosak, ez most se változott. De mi van a Covid-dal, mi a helyzet a Covid-dal? A Covid most nem mutat olyan újdonságot, ami a virológus megdöbbentené. Tehát persze változik, mindig jönnek az újabb, nevezzük variánsnak, újabb verziói, de ez a vírusnak a saját evolúciója, amit már mondjuk az influenzánál, vagy más olyan légúti vírusnál is megszokhattunk, amivel évről évre találkozunk. Az biztos, hogy lesz egyfajta felfutása, a hazai számokról nem tudok nyilatkozni, azt nem tudom, hogy áll, ugye ez a NNK hatásköre, hogy ezt mérje és közölje. Amit viszont tudok a nemzetközi adatokból, az az, hogy bizony van egy növekmény, de azért le kell fektetnünk, vagy hát ha körbenézünk, akkor azért láthatjuk, hogy a légúti fertőzéseknek a szezonja közeledik. Ugyan a COVID sokszor mutatott felütést, nevezzük hullámnak, de már mindenkit kiver a víz, ha kimondom ezt, hogy hullám, a szezonon kívül is, de mégiscsak jön egy légúti szezon, amiben bizony most már ő is egy szereplő lesz. Úgyhogy ha valamit megszokhatunk, az az, hogy ez a vírus is szereplőjévé válik ennek a fajta szezonnak. És akkor most jön az, hogy mit tehetünk. Ugyanazt lehet elmondani, mint a például a szezonális influenzánál, hogy aki veszélyeztetett korcsoportban vagy stádiumban van, annak ajánlott az oltást felvenni. Most egyébként a COVID-ról is beszélek, és megnézve a nemzetközi gyakorlatot, Amerika, Nagy-Britannia, más európai országok, pontosan ez az ajánlás.
az vegye föl, a többiek pedig viselkedjenek tudatosan, ha éppen csúcsajár a járvány, és nem csak a Covid-ról beszélek, hanem más légúti fertőzésekről, akkor én még mindig azt mondom, azért nem olyan nagy szégyen felvenni ezt a maszkot, amikor bemegyünk a benzinkútra vagy a boltba, segítünk másokat és magunkat is, Ázsiában is tud működni, nem baj, hogyha itt is egy picit ezt megtanuljuk, hogy hogyan lehet jobban odafigyelni a másikra. Egyébként vannak, akik hordják, úgyhogy valami maradt itt ebből a tudatosságból, azért az elmúlt éveknek volt ilyen hatása. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélni Karikó Katalinnak erről a nagy sikeréről, hogy Nobel-díjat kapott, az első magyar nő, kutatóbiológus megkapta a Nobel-díjat. Kemenesi Gáborral beszéltem, virológussal. Köszönöm szépen!